Miért? 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 Gyere tovább így! Az orrom után! Te meg mit csinálsz mindenféle Szófia beszéddel? Tudom, amit tudok. Csodálkozom magán Pasqualén, de kiváltképp ő rajta. De itt oda van, érted? Ha úgy volna, nem hagyta itt csak úgy. Azért ment be, hogy kirívja magát, csak azért. Ki utálja, lajhár után! És úgy oda van érted, valahányszor tengere szállsz, rád jön ám az aggodalom, a pörgete keveredik, majd ezért veszik. Csak te érted ezt, itt akarsz föl kell, megy ki a tornászra, nézi, milyen az idő, hogy oda van érted. A pirásra tud nézni más. Miért nincs egy jó szavasa hozzá? Na, mert fél. Valósággal benne rekedt a szó. Na, látod, titanáne. Hova? Jön. Na elég ebből, mit picsogsz itt? Elég! Hallja! Hallja ezt? Hát nézd igaz a kutyára, ha mi szabad! Meglátja, még elmegyek, s a kanál is bőlöm magam! Boló! Hagyd csak! Ha menjen! Egyelő! Hogy szeretem? Tam, már nem szereted! Mit akar, ha már nem kérlek, akkor mit akar? Hallod ezt, Lucetta? Hát mi? A cipő, a kendő, a szalag, beviszed a házba, Lucetta! Nem kell! Én egy jelen, Lucetta! Hát akkor pukkal! Csak arra emlékszem, ahogy ott álltunk a temetésen, engem körbevett Corinne családja, meg az üzleti partnerei, te pedig ott álltál tök egyedül. Tudtam, hogy ez nem helyén való, tudtam, hogy tennem kéne valamit, de az egész olyan volt, mint hogyha te egy betolakodó lennél. Tudom, hogy nem szabadna ilyet mondanom, de azt állítani, hogy mindez az én hibám csak azért, mert nem tudtam Colintól elszakadni, nem csak én rólam van szó. Persze. A többiek a te példádat követték. Jaj, Arthur, te ezt nem értheted. A legtöbb barátunknak fogalma sem volt arról, hogy Colin homokos egészen a haláláig, akik pedig tudták, nem fogták fel, csak amikor kiszivárgott, hogy megbetegedett. És neked kell elmagyaráznom, hogy az emberek milyen ostobák és félreinformáltak a homoszexualitással kapcsolatban. Hát, ha még azt hallják, éjsz. Éhetetlen, hogy az emberek milyen lehetetlenül tudnak viselkedni pusztán a szó hallatán, hogy éjsz. Ott voltak például azok a barátok a temetésen. Mit gondolsz, mennyire érdekelt őket, hogy hogy van Colin? Akadt közülük egy is, aki bejött hozzá meglátogatni a kórházba, vagy akár csak eljött ide? Ez persze magyarázatot ad az ő viselkedésükre, de akkor hogyan magyarázod meg az enyémet? Talán nincs is rá magyarázat, csak kifogások, és persze a legfőbb kifogás, és neked ebben tökéletesen igazad van. Hogy én soha nem tudtam Colintól igazán elszakadni. Pokolian féltékeny voltam, és vagyok is rád. És pokolian féltékeny voltam mindenkire, akivel csak szóba állt. Hát még arra, akivel lefeküdt. Hát még arra, akit szeretett. Az első évben, amikor elhagyott, akkor mindig azokról a férfiakról beszélgettünk, akikkel találkozgatott. Én végighallgattam, tanácsot adtam neki. De. Volt ebbe valami szórakoztató, így legalább mellette voltam, a magánélete része maradtam. És persze ennek csak annyi volt az alapja, hogy soha nem volt megelégedve azokkal a férfiakkal, akikkel találkozgatott, így én aztán remélettem, hogy egyszer majd föladja az egészet, és visszajön hozzá.
Aztán megbetegedett. Felhívott a kórházból, hogy bemennék-e hozzá meglátogatni.